A Mi Hazánk mozgalom mindig is határozottan kiállt az állatok jogaiért, ezért a fővárosi választási programunkban vállaltuk, hogy Budapest összes zöld területén biztosítjuk a magas színvonalú és megfelelő méretű állatbarát területek kialakítását. Ezen felül az állatok jogainak védelme érdekében felülvizsgáljuk a gyepmesteri tevékenységet, és minden esetben szigorúan fellépünk az állatkínzás ellen. A közelmúltban éppen egy ilyen esetre derült fény Budapesten. A kezemben levő doboz, amelyet kártevő irtásra terveztek, és méreggel van tele, tulajdonképpen egy csapda, ami a rajta szereplő felirat tanúsága szerint a fővárosi önkormányzat megbízásából került kihelyezésre tömegesen egy cég által a főváros zöld területi részeiben. A csapdák kihelyezése súlyosan gondatlan módon került sor, ugyanis ezeket a csapdákat nem csak a társasházak lépcsőházába, hanem azok kertjébe is elhelyezték. Alapos a gyanú, hogy ez a gondatlanság vezetett oda, hogy a kertvárosokból néhány hét alatt eltűnt a teljes mókusállomány. Ezek a kis állatok nem kártevők. Kiirtásuk tömeges állatkínzásnak minősült, ezért a Mi Hazánk mozgalom azonnali vizsgálatot követel az állatvédelmi hatóságtól. A Mi Hazánk mozgalom rendet teremt és élhetővé teszi a fővárost nem csak a lakosság, hanem az állatok számára is, és börtönbe juttatja az állatkínzókat.